Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, és a Warframe Istenek meglátogattak engem álmomban, és megmutatták a csodát. Nos, hölgyem és olyan viccet, félretéve szeretnék bemutatni nektek kettő fajta um, Két olyan kardra, ami elkerül az emberek figyelmét, és figyelmen kívül vannak, pedig nagyon erős kardok. Sőt, az egyiket annyira elkerülik már figyelmen kívül, mert hogy ugye egy-két videós olyan azt mondta rá, hogy ez egy rossz kard, és annyira nem, mint a mondjuk a Nikana Prime, és akkor így az emberek nem is játszanak vele. Nos, minden esetre, most bemutatjuk nektek két modolást, ami, ahol figyelembe vettem egy-két szempontot, hogy megkönnyítse a játékot úgy, ahogy van. Nos, ez a két kard az, az egyik az a lesion, az, az a kard, amelyik az inarasszal jött be egyszerre, a másik pedig a dual cleavers és a prisma dual cleavers. Mind a két kard nagyon jó tud lenni. A lesionnel az elején én is úgy voltam, hogy nem nagyon tudtam hova tegyem, de éreztem, hogy erős tud lenni, és most sikerült egy valami olyasmit kitalálni rá, amivel igazán hatékonyá uh, tud venni. Ugye figyelembe szerettem volna lenni, hogy minél-minél egyszerűbben sikerüljön áthaladni az ellenfelen. Ugye 125-es ellenfelek ellen mutatom be a Simulacronba ezeket, többek között ugye a Bombardon, többek között az Eximus Heavy gunner mert hogy az egyik kedves ismerősöm megkért, hogy mutassam már be rajtuk is a modolásokat, hogy mennyire működik, ugye mindenki ettől fél, leginkább, hogyha bár összehozott egy tökéletes modolás, de az Eximus Heavy Gunner az fogja és kiröhögi, mert ugye szinte minden, szinte minden fajta damage-nek ellenáll, és, és, hogyha nem is áll ellen, akkor olyan nagyot nem lehet rá sebezni. Nos, itt megláthatjátok, hogy mennyire működik ez a dolog. A vége felé van, ahogy szokott lenni természetesen a modolása az adott kardnak, és még azután direkt a ti kedvedekért beraktam egy bónuszklipet. A Warframe talán, és tényleg a top 3 legerősebb ellenfele Egyikén ér, de azt ti majd ott meg fogjátok látni. És ugye annak az ellenfélnek még egy sajátos különlegessége is van, amitől még nehezebb legyőzni, mint ami. Meg lehet nézni ott, hogyan működik ez a kard. Azt hiszem, egy és egy 125-ösről beszélünk természetesen, mert így már 20-as szinten is nehéz legyőzni ezt az ellenfelet. És ott láthatjátok, hogy hogyan fog működni ez a kard azt hozzá kell tegyem, hogy a mai warframe azért egy kezdőjátékos nem igazán, vagy leginkább nagyjából megesett, hogy soha nem jut el addig a szintig, hogy 130-as vagy 100 pluszos ellenfelek, mert nincs értelme. Egyszerűen 20 percenként megismétled azt, amit uh, a formulásnak hívsz mindig. Nem, nem kell bennmaradj egy óráig, mert a játék nem kívánja meg, és a mostani uh, prime cuccok formulásánál már tényleg nincs arra szükség, hogy uh, bennmaradj egy órás survival en és ott küzdjél, és uh, hogy, hogy igazán kihívásra emeld azt a játékot. De mi, akik kicsit régebb óta játszunk Warframe-mel, tudjuk, hogy milyen volt az, amikor jöttek a 250-es ellenfelek, és őket kellett legyűrni, és valahol még magunkban még mindig arra készülünk, hogy egyszer talán 230-es ellenfelek ellen kell zúzni, és ott kell egy kard, kell egy modolás, kell egy fegyver, ami azokat viszi. És ezt a két kardot egy abból a szempontból öm, akartam egy kicsit összeradni, hogy öm, jó jól működjön a dolog. Nos a következő rész, amit figyelembe szerettem volna venni, az az, hogy öm, hogyan tudnám összehozni a korrozív és a viral damage -et? ugye vagy blessed van, vagy radiation viral, a kettőt nem igazán lehet összehozni, hogy korrozív és viral legyen. Miért mondom ezt? Azért, mert a korrozív az rettenetesen jól hat például az Eximus heavy gunner -ökre, de nem hat például a bombardokra annyira, de viszont a viral hat a bombardokra. Azt még hozzá kell tegyem, hogy a modulásokhoz nem szükségeltetik a Madura iskola, hogy láthatatlan légy, hogy nagyobbat ez a iskola iskolának a segítségével, ez így a nyers erő van meg a két modulásba, és azért az Eximus Heavy gunner legyűrni kevesebb, mint egy perc alatt 8 darabot, az azért kihívás tud lenni. És sosem fog jönni vele egy 8 darab Eximus Heavy Gunner most már sehol sem gyakorlatilag, régen még talán előfordult, de ott se e, annyira, a lényeg csak a show-off. Nos, hogyan tudtuk összehozni a korrozívot és a vajröt? Egy, egy modnak a segítségével, ami egy kis csalás igazából, mert nem korrozív damage ad, hanem egyszerűen, amit csinál, leveszi az ellenfeleknek az armóriát. Ennek a modnak a neve az, hogy Shattered Impact. Érdemes körülnézni, mert nem egy arany mod, nem nehéz megszerezni. Akinek megvan a Shattered Impact, érdemes kipróbálni. A mod egy picit természetesen csak magas szinteken fejti ki igazi értelmét. Ott, ahol már a korrozív damage és mindenfajta, fajta menés, nagyjából csődöt mond, ott fejti ki a hatását. Amit csinál leveszi az ellenfelek armóriát egy ütéstől egészen 50 ütésig, attól függ, hogy hány armorja van annak az adott ellenfélnek, egy heavy gunner esetében például 500-as armória van, tehát nagyjából, ha folyamatosan ütöd azt a heavy gunnert, egy 50 ütéssel leveszed az armorját, ütésenként 6 armort levesz gyakorlatilag, és nagyon, nagyon sebezhetővé teszi az ellenfelüli. Ez mit akar? Például, egy, amit itt látjátok a kis videó részletben, megütöm egyszer, nekik helyből jön az armória. Ez például egy bombard esetében azt jelenti, amilyen tempóban csökkented a, az armóriát, olyan tempóban fogod csökkenteni az életét is, mert minél gyengébb az armória, annál jobban tudsz sebezni a viral damage-nek köszönhetően. Ugye alacsonyabb szinteken kell mondhatni, hogy a korrozív jobban megfelel, mert négyzetesen sebez, viszont a Shattered Impact egy kiegyenlített sebzéssel van. Azt kell mondja, alacsony szinten megeshet, hogy annyira nincs értelme ezeket használni, ezt a módot használni, hanem inkább a korrozívot, viszont egy nagyon kellemes meglepetés, akkor, amikor minden ellenfelet megütsz, kb. 40-es, 50-es szémik is egy ütéssel lemegy az arm, a következő ütéssel meg már leszeded. És nem tudom, aki figyeli a videót ezen az adott ponton, a másik uh dolog, amit ki szerettem volna próbálni ezzel a dolog, illetve nem kipróbálni, az az, hogy úgy kardozzak, hogy a kard nem a kezemben van, mint főfegyver. Hanem mondjuk a gépfegyveremet tartom a kezemben, mint főfegyver, és a kard egy másilagos fegyver. Miért van ez? Ugye sokszor az adott kardunkban jó egy stance mod, de annak a stance modnak a mozgás kultúrája nem megfelelő arra, hogy lebontsuk azt a bizonyos... Öm, ellenfelet megfelelő sebességgel így ezért sokszor az lenne a kényelmes, hogyha nem is venni elő a kardot, hanem oda az ellenfél, megnyomogatjuk az elt, és akkor ugye a legegyszerűbb mozgást végzi a kardunk, és ez a modolás, vagy hát nem tudom, inkább úgy mondom, hogy ez ennél a két kardnál ezt tökéletesen végre hajtotta a két kard. Tehát például a Dual Cleavers-ben áll egy olyan stance mod, tehát mind a két stance mod annyira idegesítő, hogy nem tudja a kardok, nem tudják az ellenfeleket lebontani megfelelő sebességgel, pedig igen-igen gyors kard lenne, igen-igen erős kard lenne, de, de mégis a stance moddal, ha a kard van a kezemben, nem elég gyors úgy, ahogy meg kellene lennie, és ezért ez, ezzel a modolással nem kell elővedd a kardot, hanem helyből fogod és ledarálod az ellenfelet, anélkül, hogy elővennéd a kardot. És azt hiszem, hogy azért, eh, hogyha látszik a videókon, aki ezt eh, hatékonynak gondolja, akkor hatékonynak gondolja. Nos, eh, röviden szólva, eh, ez lett volna eh, a dolog lényege. Ne lepődjetek meg a, a modolásikon, nem, eh, nem mondhatnám hétköznapi fajtának. Úgy gondolom, hogy egészen hasznosak, mert eh, és, és valamiért ennél a két kardnál igen-igen bevált. Rajtatok áll a kísérletezésen, kísérleteztem egy pár karddal is, úgymond erősebb sebzési kardokkal, a Prime, War, uh, Skindo Prime, stb. Tehát ezekkel is kísérleteztem, de uh, azt kell, hogy mondjam, hogy hatékonyságban egyik sem volt annyira erős, mint ez a két kard, úgyhogy nem használom a Madura iskolát, nem leszek láthatatlan, nem fogom és extra sebzést az iskolának a képességeire, akadja a tenó képességek kihasználva extra sebzést csinálok, elképesztő gyorsasággal bontott le bármilyen ellenféllel kerülök szembe, ez nagyjából köszönhető természetesen a viral damage miatt. Itt egy kicsit bemutatod, hogy a korpuszokon is, hogy lássátok, hogy még úgy is hatékony a kart, de nem kifejezetten az armoros ellenfelekre van uh, kihúzva, és uh, nem, igazából nincsen vele semmi olyan gond. 100 pluszos ellenfelekre van tervezve a modokkal együtt, és most lassan szerintem átugrom a modolásra, igen, így néznek ki a lessonnek a modolása, és ott van az úgynevezett Shattered Impact nevezető mód, ami azt csinálja, ugye, hogy ütésenként levesz az armorból, és emiatt válik nagyon hasznos, és mellé ugye viral. Ez egy kis apró trükk, amivel kikerülhetjük a corrosive damage-et, és hozzáadhatjuk mégiscsak a viral damage-hez. A kard adataiban nem mutat sokat, viszont mégis nagyon erős tud lenni. Ugye itt van a Prisma Dual Cleavers, vagy a Dual cleavers A Lestjönbe hozzáteszem, hogy beleraktam egy modot, de csak a Primed uh, Point Break miatt uh, igazából. És ez, ez lenne. Ugye egy kicsit még a Blood Rush és a Body Count kombináció fontos. A Lestium-ben nincs benne Body Count, viszont a Cleavers-be beleraktam, mert hogy kicsi a kart, kicsi a range -e, és hogyha nem érem el az ellenfelet, akkor gyakorlatilag öm, könnyedén előfordulhat az, hogy megszakad a kombó sorozatom, mivel hogy a kard, és ima a bónuszklip, és mivel hogy a kard azért fontos, hogy meglen a kombósorozat, sorozat, mivel arra alapoz, hogy az első kritikusat megüt is. Amint megüti az első kritikusat, akkor csak egyre, egyre, egyre nagyobb kritikusokat fog ütni. de a lescsönbe ez annyira nem volt kötelező, mert hosszú a akart, és gyakorlatilag öm, mindig el tudom vele érni az ellenfelet, így a kombosorozat nem szakad meg olyan könnyen. Zsima a bónuszklip, félértés és essen 125-ös szinten öm, egy bataliszt az azonnal kiüt. Tehát nincs olyan nem, 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 gondolkodik, hogy nem, nincs semmi, hogy túlélsz egy golyoz, vagy valami száz, de szinten azonnal kiüt. Azért is bújtam el a lézer erről, tehát hülye nem vagyok, hogy falja meg a falba, és ki más, ha nem a vukong lenne, az az egyetlen ellenfél, aki teljes mértékben képes megbirkózni egy, um, 125-ös batalisztal is, úgyhogy kiválasztottam őt, hogy mindig töltse vissza az életre, és most megpróbáljuk lekardozni, és hogyha már jól látom, a klip felénél vagyunk, és már félig le van léve az élete, és az armória teljes mértékben, <coughs> Azt kell hogy mondja, ja, és ugye természetesen, mint tudjuk, hogy a bataliszt uh, alkalmazkodik a sebzéshez, és azt akartam igazából bemutatva, hogy nem az, hogy, nem, hogy lövök rá, tehát a fegyver az elsődleges, a kezembe, a kard, ugye a másodlagos, amit mindig előveszem, rá rálövök, ahol tudok, de lényegében karddal bontom le, hogy lássátok, hogy mennyire tud hatékony lenni a modulás. Rajta, vannak ugye, rajta van a viral sebzés, rajta van a slash sebzés, és azt kell mondjam azért, jó, ha nem lenne a Vukong, minden bizony a nagy gond adódna, mert olyan gyorsan nem lehet lebondani, de a Vukong ilyen apróságokkal könnyedén megbírkozik, hogy egy 105-ös bataliszt, így aztán a karnak is esélyt adva, és a fegyvereknek is esélyt adva arra, hogy legyőzhessük. Ugye a lézertől elbújunk, mert az egyenesen a, egyenes a halállal. Itt gondolkodtam, hogy töltök az életemen, de inkább úgy döntöttem, hogy hát próbáljuk meg, egy kicsit feltöltjük az energiát, újra kapcsoljuk a kettes képességet, hogy visszatöltsön jókorát az életünkből, és íme a török, hogy gyűrjünk le egy olyan ellenfelet, amit a Warframe világában több mint valószínű, hogy egyikünk se fog látni soha, ha csak be nem és ilyen őrültségeket csinálunk vele a szimulakrumba Egy olyan ellenfelet, hogyan lehet legyűrni. Tehát a Wukong egy OP karakter, erre azt akarom mondani. Ja, nem mellesleg a kordusom is csináltam. <laughs> Na jó, oké, Félre, viccet félretéve, de... Úgy gondolom, hogyha nektek is tetszik, én szívesen Bátorítok arra, hogy másoljátok le, esetleg más kardokra is, amit felfedeztek, másoljátok le, írjátok le a kommentbe, hogyha tetszik, vagy hogyha jól működik, esetleg más kardokkal, és akkor meglátjuk még, mit lehet kihozni belőle. Nem mint hogyha a mai warframe ez annyira nagy szükség lenne, hogy százas ellenfeleket lásson az ember, de azért jó néha kikísérletezni egy olyan modalást, ami ö, hatékony tud lenni. Nos, ennyi lett volna, én köszönöm a figyelmet, sziasztok!